Na srácok, ezért volt érdemes küzdeni. Elmosztjuk az élmény, most gyűjtjük azokat az életre szóló élményeket, amiket akartunk. Amikor megérkeztünk a banánozásomnak a helyszínére, akkor hát valami elképesztő látvány fogadott minket, ez az 5 csillagos, vagy nem is tudom, 5 plusz vagy 10 plusz csillagos helyre. Ez valami csodálatos volt, ahogy itt végigjöttünk a kis bungalók között, gyönyörű szép volt a tengerpart. Már nagyon izgatottan várjuk egyébként a srácokkal ezt az élményt, mert nagyon kiárt már nekünk. Nagyon-nagyon régen voltunk már, pont Krisztiánnal beszéltük, hogy utoljára 6 hete voltunk élményen, de ebből a csapatból, ha jól emlékszem, csak Lilkó, Krisztián meg én voltunk utoljára ilyen kimozduláson igazából, és ez nagyon jót tesz most, én úgy gondolom a csapatnak. Úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk, és várjuk a banánozást. Azon nyomban, hogy megláttam a motorcsónakot és a banánt, én azon nyomban fogtam magamat, bejjebb toltam a hajót, behúztam a banánt a vízbe a homokról, rajta a többiekkel, és már is ráakasztottuk a hajóra a kötelet, és mondtam is egyből a kapitánynak, hogy na, vamos rápido! Ki fog leesni első? Andris! Andris? Szerintem mindenki nem. Hát ez a banánozás az valami iszonyatosan jó, tehát ezt soha nem tudtam volna elképzelni, a Karib-tengeren szántok, nem 1000-rel konkrétan. Egyszer csak így úgy gondolt a sofőr, hogy most akkor, hát akkor vicceljük meg a többieket, elkanyarodott, balra, bim, már borultunk kincskonsos a srácokkal. Hatalmas élmény volt, viszont a technikájára nagyon nehezen jöttem rá, tehát mi, hogy életemben nem ültem még ilyen, így fogalmam sem volt arra, hogy helyezzem a lábamat, láttam, hogy itt a srácok előttem így hátrahajtották, mondom, én olyan kötött vagyok, hogy én az életemben nem fogom úgy hátrahajtani a lábamat, ahogy ők csinálták, de hál' Istennek rájöttem a technikára, kinyújtottam a lábamat, és a banánt jószoros a lábam közé szorítottam, úgyhogy, de a lényeg az, hogy borultunk is, nem is borultunk, na mindegy. Ebből ma úgyse jövök, jó? Előtt megláttam a rést a pajzson, miszerint jobb lenne hátul ülni, mint elől. Gyorsan rá is vettem Andrist, hogy pattanjon a kajak elejébe, így nem látja azt, hogy hátul evezek-e vagy sem. Egy darabig működött a történet, csak csilleztem a kajakban, de később észrevette, hogy alibizem és nem megy elég gyorsan a kajak, így kénytelen voltam lapátolni, de... mert ez egy ilyen valamilyen szintű szabadság érzetet ad nekem, hogy megyek ki a nyílt vízre, és evezhetek arra, amerre szeretnék.
és ezt itt is megtettem, és kimentünk a nyílt vízre, és a nyílt vízről visszafelé nézni a partot, állati jó volt.